testvéreim! Akin a csükkedés vesz erőt, nem értheti meg ezt a világot. Küldetése terhét, aki elejti, azt a csalódás démona kísértette meg. Akit bánat vesz körül, az útvesztőbe ért, ne bánkodjatok tehát! Ezek közül érdekel egyet is Magyarország sorsa. Szellentenek ezek ránk nagyot, és úgy tesznek, mintha segítségül küldték volna hozzánk a passzánszer. Ezek Krisztus követőinek mondják magukat. De lépte nyomon az ördöggel cimborálnak. Én nem is tudom, hogy bánjak vele. De talán legjobb lesz, ha úgy bánok velük, ahogy Jákob bán Ézsau. Amikor egy tál lencséjét megvásárolta tőle az első szülőcsége. Hát így fogom megvásárolni én az Ézsau bíborosok szavazatát. Mit akar tenni nagy uram? A saját fegyverüket fordítom ellenük. És mi az? A pénz, édes öcsém! Lefizetem, aki lefizethető. Először is Pierre abbét. Ő... Azt a vékúja, azt a Pierre... Bárk, ne! Titkos írása itt a strigóniumival. Ismeritek? Te is ismered? Még ön tanított meg rá kell szabát. Te fogod felkeresni mindent. Én? Igen. Ha neked még olyan ártatlan a képed, na menj, olvas egy kis Vergiliuszt. Engedd, hogy segítsen! A te uradat akarom én is Szent Péter székébe. Csak Bakócz Tamás alkalmas a pápaságra. És Michelangelo mester? Ő hol van? Dolgozik bőszer! A sötétben is! Egy gyertyát kötöz a homlokára, amikor mások aludtak vagy szeretkeznek! Nem csatlakozik semmiféle társasághoz. Elképesztő egy fráter. Nos, Leonardo mester, ki lehetett a kiásott Vénusz szobor eredeti alkotója? A kérdés egyáltalán nem fontos. Akkor mi fontos?